A katonák útján sétálunk ide, ehhez a legendás védvonalhoz. Nagyon régi, nagyon nagy múltú helyen vagyunk, a Vasvári Sáncnál, a katonák útjánál, a Vaskapunál egyébként, ami a 10. századból való. Ez a sánc, ez a mai napig megtalálható teljes hosszúságában az erdőbe, és ezt a szakaszát pedig rekonstruálták, hogy hogy nézhetett ki valamikor. A nyugati kalandozások után leleményes őseink gyakorlatilag ezzel a vaskapuval zárták le a határokat. És hogyha onnan jöttek, nem az úton, ki vette azt észre? Hát az út az nem véletlenül itt volt, mert ez a legmagasabb pont. A többi rész az mocsaras, nem igazán járható terület volt. Mi pedig felcsapunk őrnek, de nem azért, hogy távol tartsuk, hanem hogy tárt karokkal fogadhassuk a vaskapura felmászókat. Ez már Vasvár, és belépünk a vasvári béke kötés helyszínére. 1664-ben volt a Szentgotthárdi csata, augusztus 1-én Szentgotthárdnál a keresztény seregek győzelmet arattak a török seregek felett. A helyiek csak Tretterháznak hívják az első tulajdonosa után, aki orvos volt. A világnak pedig a Békeháza, mert több mint 400 évvel ezelőtt ezen a helyen írta alá törökök fővezére és a császári megbízott a békeszerződést. Számtalan vasvegyei művész találta meg ezt a helyszínt és ajánlotta föl a festőművészek hagyatékát, és ott a sorban termek be az ő képeik.